hogy lógott, és hát ma a gyereket... Megkérdezem meg, ez... Ez itten egy saját kitalált. Én körülbelül 8 éve foglalkozok a csipkeveréssel, ez egy alap csipke sávnak a verése, amin tanulni szoktak. Egyébként terítőket, csipketerítő, vagy hímzetterítő széleket szoktam csinálni, de nem csak a vercsipkét csinálom, hanem frivolitást, tűvel varrott csipkét, tehát egészen gyerekkorom óta én kézi munkázom, csak a csipkeverést csinálom 8 éve. Hát lassan 15 éve foglalkozom fafaragással, hogy véletlenül szereztem tudomást, hogy Békés Csabán van ilyen képzés, és elvégeztem egy ilyen fogműves képzőt. Kisebb tárgyakat faragok, konyhai eszközöket, falitálast, sarokpékát, asztali szalvétatartót, vágódeszkát, és már több mint 10 éve foglalkozom gyerekekkel is a kézműves szakiskola keretén belül. Közel 20 fős kis faragó csoportom van, ővelük dolgozom. Velük is gyakran vagyunk kiállításon. Előfordul, hogy néhány, két gyerek, vagy egy gyerek eljön velem, és akkor együtt csináljuk a bemutató faragást rendezvényeken. Hova lesz? Beol.hu.